Az ASS berendezési rendszerek ipari BTA német tulajdonú ASS cégcsoport tagjaként 1993-ban nyitotta meg gyártóbázisát Makón. A céget 1937-ben alapították Németországban. Családi vállalkozásként indult, ám azóta kinőtte magát, jelenleg közel 800 munkavállalójuk van. Ebből Makón majd 400-an dolgoznak. A cég tulajdonosa 2-3 havonta látogat Makóra. Miután a 90-es években Kelet-Európában a vasfüggöny leomlott, próbáltunk olyan lehetőséget keresni, ahová szállítani tudunk, és így akadtunk rá Makón egy olyan üzemre, amelyet alkalmasnak találtunk, és amely számunkra megfelelő acélalkatrészeket állít elő. Bátran mondhatom, hogy ezzel a gyárral nagyon meg voltunk elégedve. Utána láttuk itt azt a lehetőséget, hogy átvegyük ezt a gyárat Makón, és ezt követően megnyitottuk a saját termelőegységünket. A 20 éve működő ASS BT Magyarország legnagyobb iskolabútorgyártója, valamint több mint egy évtizede beszállítója a NATO-nak, emellett egészségügyi bútorokat is gyártanak. Áprilisban mutatták be azt az elektromos betegágyat, amelyet a Debreceni Egyetem kutatóival közösen fejlesztettek ki. Az ágy otthoni betegápolásban használt verziójára vannak már megrendeléseik, és a kórházi változata is érkezett megkeresés Hollandiából. A cég folyamatosan fejleszt, most épp egy iskolába szánt széket tesztelnek. Egy új iskolaszéket fejlesztettünk ki, műanyag ülés háttámlával, légzőcsatornával, kellemes tapintással, annak érdekében, hogy az ülés komfort az iskolába töltött hosszú órák alatt azért minden megfelelő legyen. Hát elsősorban Németországba szállítjuk, másosorban Csehországba szállítjuk, a hazai piacon kívül is előfordul még román és a szlovák piacon is iskolabútorok témájában. Az ASS bútorai magas minőségi, esztétikai és ergonómiai jellemzőkkel rendelkeznek. A rendeltetési célnak való megfelelés és a hosszú élettartam mellett nagy hangsúlyt fektetnek bútoraik környezetbarát voltára és az alkalmazott anyagok újrahasznosíthatóságára.